Sziasztok! Ez az indikátor, vagy ez az előrejelző oldal még mindig 265 ezer dollár, plusz-minusz 28 ezeret jósol szeptember 22-e, plusz-minusz két napra. Én úgy gondolom, hogy azért ez a 250 ezeres bitcoin árfolyam ez teljesen reális, de nem feltétlenül szeptember 22-re, inkább az év végére mondanám én. Én szeptember végére inkább ilyen 150 ezer körüli értéket jósolnék, de hát én nem vagyok szakember, úgyhogy majd meglátjuk, kinek lesz igaza. Fear és Greed Indexben 75-ösnél vagyunk, ami ugye a Greednek a kapzsiságnak a felső része, 76-tól már extrém kapzsiság. Tegnap még 73 volt, múlt héten 70, növögetünk, többször volt extrém kapzsiságban, így még mindig egy kicsit bizonytalan a piac, de inkább a pozitív irányba, ami azért veszélyes, mert mindenki nagyon húra optimizmusban van, akkor csapnak oda azok, akik oda szoktak csapni, de hát ne legyen igazam. És a P-Cycle top indikátor az, amit én figyelni fogok, ami már ebben az idényben is vagy háromszor jól megjósolta a csúcsokat. Hogyha ez 100% környékére megy, akkor én biztos, hogy menekülni fogok, és kifeszem a pénzem, átrakom USDT-be, hiszen valószínűsíthető, hogy esés fog következni. Oké, nézzük a CoinGecko-t. 2,082 trillió dollár, ugye 2,2 trillió fölött volt még két napja. Az árfolyamban is azért látszik az esés, 24 órában azért 3-4 százalékok vannak, illetve annál több is. Úgyhogy ez úgy látszik, hogy néhányan kivették a profitjukat. Úgy tűnik, mint hogy olyan 50 ezer környékén egy elég erőteljes plafon képződött volna, amit nem tudunk egyelőre áttörni. A piaci dominanciája bitcoinnak 44,64 körül van. 44 és 45 között mozog, úgyhogy az altokban egy kicsit több pénz van. Egy trillió környékére úgy tűnik, hogy leesünk, ahol majdnem 1,2-ről. Nem jó irányba megyünk, fölfelé létszik. Jó, Ethereumban hasonló képet látunk, 360 milliárd dollár. Ugye itt is majdnem 400-ra fölment. Ugye 3300 fölött volt az árfolyam, most 3100 alatt van. Úgyhogy ezt láthatjuk. És hát amit látunk itt még, hogyha a hetit megnézzük, láthatjuk, amit jósoltam, hogy hát elkezdtünk erőteljesen a piros mezőbe menni. Ugye itt kezdtük, hogy itt fejezzük-e be, az egy másik kérdés. Ami érdekes az, hogy itt egy trendváltozásos háromszög jelent meg. A momentum hullámon a hetibe viszont eléggé a felfelé ívelő fázis kezdődik, úgy legalábbis azt mutatja. Így az alját ő azt mondja, hogy itt értük el ezen a héten, és azóta fölfelé megyünk. Hát úgy is lehet fölfelni, hogy közben lesz olyan hét, ami piros, akár áttörhetjük ezt a 47 ezeres, sőt át is törtük ezt a 47 ezeres szintet, 46.500, azt hiszem, ja, 46.600, ahol van ez a vonal, amit lehet, hogy inkább 500-ra kellene húzni, inkább itt testre, fene tudja. Mindegy, nem is lényeges ez annyira. Lényeges az az, hogy ugye a héten, jaj, nem ezt akartam, a naposat, a héten hét és hónapzáró van, ugye a péntektől vasárnapig figyeljétek a dolgokat, itt lehetnek csúnya dolgok. Itt ezt a 39 fél és 42 fél körüli szinteket, ezt lehet, hogy meglátogatja, ami azért lenne rossz, mert ugye itt van ez a két alj, ami alá esne, és hogyha az alá esik, akkor viszont az egy lower low-t jelent, egy alacsonyabb alacsonyt,
ami nem szokott jót jelenteni trendben. Hát itt láthatjátok, hogy fölmegyünk, visszanyunk, fölmegyünk, magasabb, magas csinálunk, magasabb, alacsony, fölmegyünk, magasabb, 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 alacsony, magasabb, magas. Most kérdés, hogy e fölött, ez a szint fölöttünk, tehát ez a 43.500 fölött kellene maradni, ahhoz, hogy ezt a fölfelé ívelő trendet tartsuk. Óraiban mit látunk? Hát itt egy erőteljes esést mutat ez az indikátor, ami azt jelenti, hogy ezt a 45.500-at is talán meglátogatjuk, ami azt jelenti, hogy az elmúlt pár órában akár egy 7-8%-os esés is jelenthet, most tartunk 5,6 környékén. A Bollinger Bands ad egy kis reményt, hogy azon kívül olyan túl sokáig nem szokott lenni, ettől függetlenül 0,382-es szintet simán meglátogathatjuk. Ugyanhogy ugye az esetek 99%-ban a 0,236-ot azt meglátogatja a visszateszteli szinten minden esetben. Itt ugye egyszer már visszatesztelte, visszapattant róla, aztán lefelé mentünk, most megpróbálja lejjebb, át is húzta ezt, sajnos megkonfirmálta, hogy visszaigazolta, hogy azt áttörtük. Itt a következő ez lesz, aztán vagy visszapattan, vagy még lejjebb megyünk, de én úgy gondolom, hogy itt ezt megteszteli, de itt el fog időzni egy darabig is, oldalazni fog. Aztán majd meglátjuk, hogy visszapattan. Ethereumnál valami hasonló a szituáció, egy kicsit már százalékokkal szerintem 5,26, nem, hát ugyanolyan, körülbelül ugyanolyan értéken van. Aztán nézzük a Cardano-t. A Cardano-nál érdekes volt, itt volt egy trendváltozás, azt mondta, hogy fölfelé mi a trend, hát ment is fölfelé, aztán itt berakott egy lefelé irányú trendváltozást, úgyhogy azóta ez szépen 8%-ot, 8,6%-ot esett. Itt is ezt a 251-et ez valószínűleg meg fogja tesztelni. Persze attól is függ, hogy a Bitcoin meddig esik, lehet, hogy lejjebb összezuhan, és még lejjebb megy. Hát 2,23 azért az necces, de hát a fene tudja, meglátjuk. Aki ugye, amit mondtam, hogy amikor duplájára fölment, akit ezen a szint környékén kivette a profitját tegnap előtt, az most örül neki, hogy akár egy alacsonyabb beszállást tud csinálni, mikor már kiderül, hogy meddig megy le, úgyhogy ha lejjebb megy, és akkor ugye a Cardano darabszámát tudja növelni ezáltal. Matic. Matic valami hasonlót mutat, számokban nézzük mennyi értéket. Még már 10%-ot, 10,2%-ot esett. De hát itt már több napja azért az jelentősebb esésben van a Matic. Ő már ilyen 17-18%-os esésben. Hát igen, itt is láthatjátok, a 0,236-ot átütötte. Most valószínűleg megteszi az 1,28-at, hogy annak közelébe megy valahova. Lehet, hogy csak a 1,35-ig. Ez erőteljesen fog a Bitcointól is függni. Úgyhogy ennyi, amit most mára tudnék javasolni. Itt erőteljes esést prognosztizál ez a momentum hullám itt is, úgyhogy hát meglátjuk, hogy meddig megy le. Körülbelül ennyit akartam mára mondani. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!